Itt vagyunk János Halmának Kölcsei Ferenc utcában, ahol nem sokkal ezelőtt egy alapkőletételre került sor. Ez az alapkőletétel része egy olyan projektnek, melynek a végén elkészülít a településen a bács megyei kormányhivatal, János Halmi járási hivatalának új épülete. Itt el mellettem dr. Kovács Zoltán területi, területi közigazgatásért felelős államtitkár, akitől először arra szeretnék választ kapni, hogy miért is van szükség erre az új épületre itt a településen. Itt János Halmán, a polgármesteri hivatalban vagyunk, mondjuk azt, hogy albérletbe, és kinőttük ezt a helyet tekintettel arra, hogy jó néhány feladat került a járásokhoz az elmúlt időszakban, területi közigazgatás átalakításával. Ezért szükség van egy új épületre. Itt egy 1940-es években épült épületrész lebontásra került, és egy zöldmezős beruházással történik az új épület kialakítása, amelyben mint egy 40 munkatársunk kap majd helyet, és szolgálja az állampolgárokat, több mint 600 négyzetméter alapterületen. Azt gondoljuk, hogy az irányítás, a munkaszervezés egy állami épületben, egy állami szervezet részéről így egyszerűbbé válik. Az informatikai rendszer, a nemzeti távközlési gerinc bekötése, a Szakrendszerek összekapcsolása az azt jelenti, hogy egy gyorsabb, hatékony munkavégzése lesz majd lehetőség, ami kinek fontos, nyilvánvaló az ügyfeleknek és az ügyintézőknek. Ezáltal jobb szolgáltatást fogunk tudni nyújtani a János Halmiaknak, illetve a környékbeli településen lakóknak. Milyen ügyekben tudnak majd az, a lakók a kormányhivatalhoz fordulni? foglalkoztatási ügyekben, gyámhivatali ügyekben, és hát a kormány ablakolma ma már több mint 1500 ügytípust lehet indítani, illetve intézni. Ez egy közvetlen kiszolgálás, tehát nem kell hivatalról hivatalra járni az ügyfeleknek, hanem egy helyen el lehet indítani az ügyet, és az ügyirat utazik az ügyfél helyett. Itt látható volt előbb a háttérben, hogy már elkezdték a munkálatokat. Meddig fog tartani ez a munkálat itt a, itt a területen? Mikor fognak majd tudni eljönni ide a kormányhivatal épületébe az emberek? Reményénk szerint a jövő esztendőben ez teljesen kész lesz, befejeződik. Ez egy, egy másfél éven belül elkészül, az én ismereteim szerint. Úgyhogy azt gondolom, hogy jövő ilyenkor ősszel már itt fogadjuk az ügyfeleket. Dr. Kovács Zoltán, nagyon szépen köszönöm az interjút.